Gáva és Vencselő két település összeolvadásából jött létre ez a település. Tervezünk kerékpárutat itt a belterületi részén, amely turisztikailag lenne összekötve. Itt van egy szép iskola, a Rakovszky Sámuel, sikerült pár éve felújítani energetikai szempontból. Milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt években? Voltak, amik már korábban elindultak, a szennyvízes beruházás, vagy akár az új óvoda építése. Egy 300 milliós beruházás, illetve milliárdos nagyságrendű volt a szennyvízes projekt. Ezek már lezajlottak, illetve rögtön belecsaptunk a következő dologba, egy bölcsődépítésbe, amely összekapcsolódik kicsit a mi helyi gazdasági terveinkkel, tehát a helyi nagy cégeknek a segítése ezáltal, hogy minél hamarabb munkába tudjanak állni a szülők itt a településünkön, mert azt láttuk, hogy... Meg hogy legyen gyerek. Meg hogy legyen gyerek. Ha van gyerek, az a jövőt jelenti, ha nincs gyerek, akkor egy település. Ahogy te is mondtad, folyamatosan csökken a népesség szám, előregszik a lakosság, de most van remény, hogy bölcsöde épül, gyönyörű óvodája van, jó iskolája van a településnek, a Rakovszky Sámuel iskola, nagyon komoly program szerint tanítják itt a gyerekeket, esélyteremtő iskola, tehetséggondozó, úgyhogy ismerem az igazgatóasszonyt, ismerem a pedagógus tantestületet, vagy a tanári tantestületet, nagyon jól viszik ezt a dolgot, a térség meghatározó iskolájáról van szó. Így van. És emellett egy mini bölcsödét is üzemeltetünk, amíg a nagy bölcsödénk meg nem épül, illetve van egy biztos kezdő gyerekházunk, amely kimondottan a hátrányos helyzetű gyerekekre pontosan, van ez kihegyezve, nagyon fontos. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát őket is fel kell karolni, mert látszik, hogy a jövő munkaerő piacán ők lesznek hangsúlyosabbak, úgyhogy mindenki foglalkoznunk kell ezzel a vonallal. És egy másik meghatározó szegmens, ehhez kicsit ehhez kapcsolva a szociális szféránk, amelyet elkezdtünk kitágítani. Azt hallottam, hogy egy többször voltam, itt voltam az évfordulós ünnepségen, itt voltam egy szakmai, táncoltunk is a szociális dolgozókkal, ugye egy kicsit a szociális ágazatot magam is igyekszem fölkarolni, itt Gáva Vencsellőn, de Nyírteleken, Rakamazon, Nyíregyházán is, hogy tulajdonképpen az árnyékból kihozzuk őket, mert a járvány miatt az egészségügyben dolgozók reflektorfényben vannak. Egyébként mi a helyzet itt az egészségügyi alapellátással, az orvosi rendelőkkel? Az orvosi rendelő mind a kettő felújítva, orvosi eszközökre is mindig megnyertük a falufejlesztési projektekbe az eszközöket, tehát nagyon jó. Talán egy kicsit az volt itt az elmúlt két évben a nehézség, de tehát ez is valahogy ránk maradt az én képviselőtestületemre, de felvállaltuk ezeket a feladatokat, idős orvosaink voltak. Már most a Gáva Vencselői Gergely doktorat is úgymond le kell váltani, vagy hogy mondjam, tehát betegsége miatt, de mind a két házi orvosi praxist újra kellett betöltetnünk, megversenyeztetni, orvost találni, tehát ezek komoly feladatok voltak, és nagy vízhangja, mert hát egy településnek a 50-60 éve ők voltak az orvosok. Az érdekli, hogy az egészségük milyen. Van-e egészség, van-e munkájuk, a család hogy tud boldogulni, és az egészség most első helyen van. És mindenki az ő kezük alatt nőtt fel, tehát meghatározó személyiségek voltak, és ez egy nehéz feladat volt. Éppen a napokban alakult meg itt Gáva Vencsellőn, itt az iskola aulájában a MAGOSZ, a Magyar Gazdakörök Országos Szövetség, egy fontos érdekvédelmi szervezet, az itteni gazdákat, pontosabban térségbeli gazdákat tömöríti, hogy korszerű családi gazdaságok jöjjenek, hogy versenyképesek legyenek, hogy az uniós pályázatokat jól kihasználják, fejlesztenek, munkahelyet teremtsenek, egészséges élelmiszert termeljenek. Hogy látod itt a munkahelyek alakulását? Hát mivel a történelmi dolog, tehát meghatározó volt a Schwabság Gáva Vencsellő életében, éppen ezért hatalmas földterületeink vannak, tehát a mezőgazdaság prioritást élvez minden téren, illetve az ehhez kapcsolódó feldolgozóipari dolgok, két nagy üzem is foglalkozik ezzel, az zöldséggyümölcs felvásárlással, feldolgozással, ebből tészta félék gyártásával. Közeljövőben lesz a Mirbesz nevű cégnek egy milliárdos beruházása. Na, ez komoly, beindulni, komoly, tehát komoly. Komoly. Tavaly éven a Hasszó csinált egy 600 milliós beruházást, úgyhogy... Ez a Nyírség Hasszó, csak mondjuk Hasszó, el, hogy Pékáróval is fogunk. Pékáró Nyíregyházán is a fő beszállító, tehát a nagy kenyérgyár a céghez tartozik, illetve itt a településen is három nagy komplex telepük van, gabona felvásárlással is foglalkoznak. És a tulajdonos kötődik Gáva Vencsellőjé. És Vencsellőjé tulajdonosi kör, így van. Tehát hál' Istennek olyan nagy cégek tulajdonosai nőttek ki innen Vencsellőről, vagy Gáva Vencsellőről, akikre most is tudunk támaszkodni.
most akár csak Petro Attilát sorolhatnám, Nyírvárvány, a Marsó, Berec Péter, tulajdonosi háttérre. Tehát ezekre hát is ennek ismerem ezeket az embereket, ez az én korosztályom, kiváló emberek, fölépítettek egy céget, 50, sőt, hát a Marsó az Nyíregyházán több mint 200 embernek ad munkát, de itt például Petro Attila is több mint 50 embernek ad munkát, és nagyon elismert a szakmában. Lépjünk egyet, mert Gálmencsőnek nagyon-nagyon jó lehetőségei vannak a turizmus területén. És most akarjuk erősíteni a turizmust, a belföldi turizmust. Történtek már lépések, bár a Covid-járvány egy kicsit ezt keresztül húzta, vagy lassította ezt a folyamatot, de az a nyaralóhajóra gondolok, a kerékpárút hálózatra, arra gondolok, és ez már tény, hogy mintegy másfél évvel ezelőtt a kormány döntött, hogy Tokaj és Nyíregyháza térsége kiemelt turisztikai övezet lesz, fejlesztendő terület, és nagy örömmel mondhatom, hogy Gálmencselő, mint település ide tartozik ez a kiemelt turisztikai övezethez. Hát közel van Tokaj is, Nyíregyháza is, vagy belátható távolságon belül vannak. Én azt gondolom, hogy a te álmaid, terveid már vannak eredményei, de még vannak nagyon komoly tervek. Mit terveztek a turizmus területén? Igen, hát lépésről lépésre tudunk haladni, és valóban a tokaji térség turisztikai vonzerejére, vagy ennek a farvizére nekünk is fel kell ülni, ezt szoktam mondani. Hál' Istennek a kerékpárút folytatása is folyamatban van, tehát tavalyében már felmérésre került. És tehát a tervezés elindult. Így van, tehát én nagyon remélem, hogy ez már nyáron akár el is indulhat a kivitelezése is. Illetve hát egy olyan gyönyörű festői környezetben vagyunk a Tiszaparton, a kastélyunk a Tiszapart, ahová ezeket a turisztikai elképzeléseinket próbáljuk koncentrálni. És ennek az első lépése, kicsit mozgatjuk a kastélyba a kultúréletet, színházi esték. Megmozdult valami, megpesdült valami. Abszolút, abszolút. Szinte országosan is halljuk sokszor. Kastélykerti programok, a Tiszai Challenge, a nyíltvízi 10 kilométeres úszás, azok a honvédelmi nap volt itt ott a Tiszaparton, Balsa és Gálmencselő, nagyon szép Tiszaparton. Én azt gondolom, hogy megpesdült, odafigyelt erre a megyeső, tehát országos interjúkat is láttam, még a Boniem is itt volt, a Boniem este adott egy koncertet ott a nyári programban, amikor erre lehetőség volt. Tehát ez tetszik nekem, hogy szépen lépésről lépésre építitek föl, hogy Gálmencselő egy elérhető turista célpont legyen. Így van.